pizsamában érkezzek. Nehogy pizsamában érkezzek. Az időjárás viszontagságosságára való tekintettel a kisiskola udvarán gyűltek össze a program résztvevői, az avató másodikosok és a legkisebbek, az avatottak. A nagyok lettek a tanúi az elsősök tréfás fogadalom tételének, amiben megígérték, hogy nagy ködben is megtalálják az iskola kapuit, és nem csomagolják a matek füzetbe a kakaós csigát. A Palánta pikniken a másodikosok tanúi annak, hogy az elsősök tesznek egy fogadalmat, miszerint nem fognak pizsamában iskolába jönni, kakaós csigát nem csomagolnak a matek füzetbe, és hasonló magától értetődő dolgokat. A fogadalomtétel után pedig egy közös játékra és éneklésre szoktuk várni a gyerekeket, majd pedig a plédeken, mivel hogy piknik lesz az egész, a plédeken elfogyasztjuk azokat a pogácsákat, lekváros papucsokat és limonádékat, amiket a szülők biztosítottak a gyerekek számára. A változatos feladatok után a másodikos tanulók tréfás jó tanácsokkal látták el a kisebbeket. Fő feladatod, hogy mindig légy vidám, fő feladatod, hogy nálunk otthonod megtalálod. A jó kedvet emelte a közös éneklés és a népi játékok tanulása. A piknik végén az udvar kényelmében fogyasztották el az uzsonnát, ismerkedve és beszélgetve egymással. Hagyományos sütemények kerültek a piknikes kosárba, karcagi lekváros papucs és pogácsa volt a finomság, frissítő limonádéval kínálva. Azok a szülők, akik ideiratták a gyereküket és megtiszteltek bennünket a bizalmukkal, maguk is aktívan közreműködnek az összes programunkban, és talán az év során ez az első olyan, amikor ők maguk is kiveszik a részüket és segítségünkre vannak. A kisdiákok egy feledhetetlen délután élményével gazdagodtak, így most már kezdetét veheti a számok és betűk birodalmába történő tartalmas barangolás. Tudtuk meg Irénke néni tanítótól.